Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Ma nem más, mint vlog lesz ismét. Igen, kinti videót szerettem volna csinálni igazából, csak ugye párom most elment a barátnőjével moziba, mármint elvittem őket, de olyan szinten fúj a szél, hogy gyakorlatilag a lábamon alig bírtam megállni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy inkább ilyen benti lesz. Pedig azt szerettem volna, hogy a gyerekkel fogjuk magunkat és lelépünk a parkba. Bocsi a fény miatt, rohadtul szar, próbáltam kihúzni a függönyt. A vicc az, hogy 7 ágros egy a nap, de rohadtul fúj a szél. Tehát, hogyha kihúzom, nem látok semmit, mert vakulok meg én is, és az egész képem fehér. A lámpákkal meg sokat igazából nem érek, mert ezek ilyen gazdaságos LED baromságok. Abból is a gyengébbik fajta. Mindegy, jó lesz így. A gyerkőcet elvittem lefeküdni. Nem alszik, de nézi mesét, szóval el van. Miről is akartam beszélni? Szóval az lenne a lényeg, hogy beszélünk a semmiről. Na. Szóval kinti videót szerettem volna csinálni, gondoltam, hogy jól küldünk a gyerekkel, csajozunk, mit tudom én, még megyünk a... Nem. Még megyünk a páromért és a barátnőjére, hogy hozzuk őket haza. Ugye páromnak a barátnője Manchesterből itt van, nálunk lesz egy pár napig, szóval addig nem lesz videó. Kivéve ezt, mert ez most úgy sikerült, hogy nincs itt hol senki. De jövő héttől, ha minden jól megy, akkor fog jönni, utána elvileg gyereknek lesz a születésnapja kb. Tehát 26-án. Szóval én 25-től elméletileg 3-áig vagy 7-ig szabadságon vagyok, szóval akkor majd egy kicsit jobban ráfekszünk erre az egész témára, és lesz csinálva pár videó, amit majd szépen sorba kaptok meg. Ha engedné az időjárás is, jó idő lenne, akkor barátnével kilépnénk, össze-vissza elkezdenénk mászkálni kicsit a városba, akkor videóznák közben persze. De még ilyen fos idő van, addig nem tudok semmit csinálni. Ami nincs értelme, fúj a szél, vagy esik az eső, szóval tök katasztrófa az egész. De amúgy lesz egy kis... Sokan kértétek, hogy szeretnétek látni a gyerkőcöt. Hát lesz egy videó most, mikor egy éves lesz. Előtte, utána kicsivel meg fogom csinálni, hogy 0 évestől egész mostanáig, amik vannak videók, képek, azokat úgy bevágdosom, összerakom szépen hónapról hónapra. Lehet, hogy inkább utána lesz, mert szabadság alatt majd fogom megcsinálni, mivel azért az időigényes lesz, mert rengeteg kép és rengeteg videó van. Úgyhogy ki kell válogatni a legjobbakat, össze kell rakni az egészet, szóval abba bele fog menni egy jó pár óra munkám, vagy pár nap, mivel már nagyon régóta nem használtam, ugye se a Premiere Pro-t, se más ilyen vágó programot. A másik az, hogy azt sem tudom, hogy fog menni a gépen egyelőre, úgyhogy az még úgy odább lesz, de fog jönni hamarosan. És akkor lehet, hogy lesz majd egy olyan videó is, ami a születésnapjával kapcsolatos inkább, vagy lehet, hogy ezt az egészet egybe fogom gyűrni, nem tudom, majd elválik. Meg lehet, hogy lesz olyan videó is, amikor így láthatjátok barátnőmet is, és a gyerkőcöt is. Ilyen elég sokan kértétek, hogy mikor lesznek már ők is benne, mikor lesz ilyen közös cucc. Hát lesz valamikor, ha minden jól megy, nem is olyan sokára. Láttam, hogy ezeket a vezetés vlogokat nagyon szeretitek egyébként. Nagyon szeretitek, kaptam pozitív visszajelzést. És még mindig többen nézik, mint a nem vezetős vlogokat. Úgyhogy az is jön, hát most minden csúszott egy kicsit megint, mert nem úgy alakultak a dolgok szokás szerint, ahogy szerettük volna. De jönnek majd azok is szépen lassan. És ahogy kezd jönni a jó idő is, úgy kezdünk el mi is egyre jobban bele merülni ebbe az egész videózásba ismét, és akkor egy kicsit aktívabb lesz a csatorna is, aktívabb lesz a tartalom is. Szeretnénk majd nektek csinálni olyan videókat, amiket nagyon kevesen, vagy akik csinálják és nem feltétlenül jól csinálják,
szerintem, meg úgy, ahol néztem a visszajelzéseket. Szóval szeretnék majd olyan videókat csinálni, ami inkább ilyen oktató féleség lenne, bármint hogyha nem is feltétlen oktató, de én is megmutatok egy lehetőséget, illetve egy utat, hogy mit, hogy lenne érdemes esetleg csinálni. Aztán ebből, aki akar, tanul, ha más nem elrettető példának, vagy ha más nem, akkor tapasztalatnak mindenképp ér valamit, mert akkor meglátja, hogy ezt így is lehet, ez lett a végeredmény, ha úgy csinálja, az lesz a végeredmény, szóval próbálnák inkább ilyen felnőttesebb dolgokat, inkább úgymond a fiatalságot, mivel nekem is ugye az én csatornámnak is a nézettsége inkább fiatalokból állt valamikor, mikor még volt nézettsége. Ugye, hogyha őket tehát ugye elkezdik újra nézni a videókat, akkor ezekből talán tanulnak valamit, vagy nem, de reméljük, hogy igen. Nem szeretnék ilyen gyerekes dolgokat csinálni igazából, meg ilyen kihívásokat, meg ilyen baromságokat. Tudom, meg látom, hogy mostanában egy kicsit belemerültem a dolgokba. Utána néztem pár csatornának, látom, hogy azokon a videókon pörög az nézettség, mint az állat. Nagyon jól tudjátok, hogy nekem nem feltétlen az a lényeg most, hogy legyen rajta 1 millió megtekintés, de az egész egy nagy fasság legyen. Nem is azt mondom, hogy gyerekeknek csinálok tartalmat, mert nem. Közben elindult a tévé. Pillanat. Ezt majd kivágom, jó? Nem fogom kivágni, mert így hiteles. A másik dolog, hogy... Anyád, hogy van? Indul el magától, lestoppolom és elindul. És megint. Lenémítottam a kicsába. Na, úgyhogy igen. Nem mondom, hogy gyerek tartalmakat akarok csinálni, vagy ilyen tutoriálokat, vagy mit tudom én mit, de én szeretnék, de valamilyen szinten mégis, mert úgy elmondom majd, hogy mit szeretnék, és én hogy gondolom. Aztán mindenki levonja a következtetés magának, és úgy csinálja, hogy akarja. Szabad világ, szabad ország, úgyhogy mindenki azt csinál, amit akar. Természetesen emellett még jönnek majd a... Hát ez ilyen, mi történt velem mostanában, meg stb. Lenne mit meséljek most is, amit meg is teszek szerintem, mert miért ne. Na, a lényeg az, hogy jönnek majd videók, lesznek ilyen... Elmondom a véleményem dolgokról, amit ha nem szeretnél te is később beleesni különböző problémákba, akkor még konkrétan nem mondom el, hogy miről beszélek, de majd meglátjátok. Úgyhogy az a lényeg, hogy lesznek érdekesebb tartalmak is szerintem a csatornán, és lesznek olyan dolgok, amik valamilyen szinten segítik majd a fiatalságot. Tehát a fiatalságot itt gondolok 16-18 év alattiakat, hogy azért egy kicsit, de még akár egész 25 éves korig is értelmes lenne. Szóval kicsit felnyitom a szemüket, hogy nem így kell járni a világba, hanem így kell járni a világba, és ha így jársz, mi történik, ha így jársz, mi történik. Azért van elég sok tapasztalatom, maradjunk annyiban. Úgyhogy ez lenne a lényeg. A gyerkőcét néz rám a kamerával, oké. Okay. Szóval ez lesz. Meg jönnek lassan a kirándulós videók, csak jöjjön már a jó idő, mert hogyha milyen 12 fok és rohadtul fúj a szél, az nekem nem pálya, a gyerekkel nem megyek ki. 10 perc múlva tiszta vérben van az egész szeme, úgyhogy azt felejtős még egyelőre, de várjuk a jó időt, és akkor elkezdünk kirándulni, megyünk jobbra-balra, stb. Beindul az élet. Igen, mi történt mostanában velünk, helyzetjelentés, spoiler. 2 hete vitatkozok az internet szolgáltatómmal, a kedves Virginnel, amivel amúgy meg lennék elégedve, mert az itteni internetekhez képest talán ez megy a legjobban, legalábbis itt Bristolban. Viszonylag olcsó is ahhoz képest, mármint nem olcsó, de nem drágább sokkal, mint a többi, amik negyedennyit se tudnak internet sebességbe. Na, de aztán történt az, hogy ugye nekem úgy volt az internet, meg van az internet, hogy van a maga az internet, az a legnagyobb csomag, ami van most 350 per 20 megabittes csomag.
Aztán ehhez ugye kell telefonvonalat is bérelni, amikor amúgy nem is telefonvonalon jön, de mindegy, ez a cég politikája, szóval kell legyen egy előfizetésed fix telefonra is. Na de aztán, hogyha neked csak internet kell, akkor drágább, mintha megvennéd csak az internetet a fix telefonnal, de még erre is ráfejelsz, hogy ha fix telefont is és internetet is veszel, akkor olcsóbb, mintha csak internetet vennél. Aztán van még az az opció, hogy van internet, fix telefon és tévé, az meg megint van, amikor olcsóbb, mintha csak interneted lenne. Lényeg a lényeg, hogy nekem mióta megvan a Word, tehát mióta meg internetem van itt, ami az én nevemben van, azóta van tévém, internetem és fix telefonom. Fix telefonom gyakorlatilag nincs is, mert csak azt én fizetem, azt elvileg van vonal, aztán annyi. TV az megint egy olyan sztori, hogy rohadtul nem néztük. Most nem nézzük, de most úgy döntöttünk, hogy mégis akarjuk nézni. És volt szerződésmódosítás mostanában, mit tudom én, és akkor felhívtam őket, hogy na figyeljetek már fiúk, nekem kellene igazából a gyerek miatt főleg kellene a Cartoon Network, meg az ilyen gyerekes csatornák. Azt mondja, ó, semmi probléma, hát upgrade-elj, bátya. Hát mondom, jó, de én nézegettem itt, ami tetszik, az mondom, a Full House csomag, az meg ugye a, szinte a legnagyobb, mert engem igazából csak a Discovery Animal Planet, meg az ilyen dokumentum cuccok érdekelnek igazából. A gyerek miatt meg ugye beteszem neki a Cartoon Networköt, vagy a Zoomot, mint ami most is megy, vagy valamit, és akkor úgy el van. Szóval nekem igazából ezek lennének a lényeges csomag, a dolgok. A többi 250 csatorna engem rohadtul nem érdekel igazából, mert úgysem fogom most az életben nézni, de nem lehet őket külön. Tehát így nekem csak ez kell, az kész. Úgyhogy Full House csomagot kaptam, ami persze a VIP a leges toppom. De hát nekem az alatti van. Tehát ami itt halandó ember megvehet legnagyobb csomag az ez. És azt mondja nekem, és mondom, oké, jó legyen, lenyelem, hogy nekem nem kell csak két csatorna, vagy na jó, legyen 10 csatorna, te meg a nyakamra baszol 280-at. Mondom, oké, és mégis mennyi az annyi? Hát azt mondja, hát most te ugye loyalty par izé vagy, mert már 2 éve náluk vagyok, meg minden, meg már volt izé, meg komplénáltam 15 milliószor az elmúlt 2 hétben. Azt mondja, hát így, azt mondja, 75 font havonta. Mondom, mit csinálsz? 75 font? Hát normális vagy? És azt mondja, hát gondolkozzak már, hát 53-at fizettem eddig, az egész minden szarra, ugyanúgy volt benne tévé. És azt mondja, ez csak hát kb. 20 font különbség. És van nem 220 csatornám, hanem van 280 csatornám. Csak én nézek, mondom, te, és így mondom így a telefon, te hallod, mit mondasz, bátyát? Mondom, normális vagy? Mondom, 20 csat vagy, milyen 20 legyen, 60 csat legyen, 60 csatornáért, amiből úgy nézek kb. Egyet sem. 60 csatornáért pluszba akkor megcsárgyolni 20 fonttal. Na jó, addig-addig mentünk, mint ez az egész bla 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 bla, felhoztam én, hogy komplaineltem ugye az elmúlt 2 hétben, mert gyakorlatilag nem volt olyan nap, hogy ne hívjam fel őket valamilyen problémával. Mondom ezt úgy, hogy azelőtt 2 évig soha nem volt velük semmi gond. Szóval az is, hogy nekem, hát számogat, az, hogy nekem 70. Hi, mondom, megerőltetted magad. Nagyon loyalty izé vagyok, customer vagyok, hát nálatok vagyok 2 éve, legnagyobb internet csomag, legnagyobb tévé csomagot akarom most már. Ezzel a fix telefont szarom le, mert azt nem érdekel, mert nem használom. És mondom, ennyit tudsz ajánlani? Hát sajnálja, de ez a csomag, ez igazából 105 font lenne az én esetemben. Hát mondom, jó, akkor tudod, hogyha 105 font, én fizetek érte 75, akkor jó lesz. Na, így gondolkozom, viszont nem olyan sok, ha összemérem, bár akkor is az agyam eldobom, hogy 100 font, az meg egy szaros internet, meg kábel tévé, aminek az embereknek szerintem a 10%-a se nézi az összes csatornát, de mindig hagyjuk. Na jó, szóval lehúzott 20 fonttal gyakorlatilag pluszba havonta, ami oké. Okay. Na, hát nekünk kellett, ez van. Akkor itt jön még a bökkenő.
ugye, hogyha legális akarsz lenni, és nem akarsz magadnak problémát, akkor TV license, ugye Angliában megint fasság, TV license kell fizetni, ami azért van, mert hogyha te BBC rádiót, vagy BBC TV csatornát, vagy élő adásokat nézel, mármint tévét meg ilyeneket, vagy rádiót hallgatsz, te azt a TV license-t köteles vagy fizetni. Oké. Kifizeted. És ezt úgy képzeljétek el amúgy, hogy elmondom az egész sztorit. Konkrétan volt eset ismerős, aki megjárta. Volt a házba két tévé, kábel tévé, minden, nézték, mint az állat, és ugye ők bejelentették, hát tudod, bácsi, én nem fizetek TV license-t, mert nekem, én nem nézek élő csatornákat, nem baj, két tévé ment folyamatosan a tévé, de nem gond, szóval bejelentette, hogy nem, aztán a TV license úgy működik, hogy fogják két emberke, van egy ilyen kütyűjük, és akkor sétálnak végig az utcán. És ugye nekik ott a rendszerben benne van, hogy ezen a poszkódon, ennek a házszámnak van TV license, ennek nincs, és ő szamog el a ház előtt, és hogyha az a kis kütyű érez jelet, hogy tévét néznek, vagy mit tudom én, mi a bánatot néz, akkor elkezd neki pityegni. Ő startból látja, hogy akkor ottan valakinek van TV license-e, vagy nincs, és automatikusan akinek nincs, ahhoz mennek és bekopognak. Bekopognak, ajtót nyitsz, meghallják, hol valami megy a háttérbe, jogukban áll elméletileg bejönni a házba, sőt, hogyha küldenek felszólítást, hogy csinálj TV license, és te nem reagálsz rá, vagy nem csinálod meg a TV license-t, vagy nem fizeted be időbe, jöhetnek és áttörhetik az ajtót. A rendőr nem jön rád a házba csak újni, max a drogárus vagy, bazd meg, de egy TV license-esek, igen. Szóval akkor úgy döntöttük, hogy én inkább kifizetem, mert ne azon legyen az egész. Szóval felmentem az oldalra, pak-pak-pak, online minden nézem, mondom, mi van? 150 font egy évbe TV license. Ez olyan bazen, mintha levegőadót fizetnék igazából, mert amúgy BBC csatornát nem nézek, se olyanokat, ami, hát végül is csak TV, vagy meg hát TV license. Úgyhogy fizetem, mert fizetni kell. Szóval 150 font egy évbe, amit nem tudom, hogy matekoztak ki igazából 6 hónapig 25 egész nem tudom hány font, utána 6 hónap után már csak 13 egész nem tudom hány font. Nem számoltam ki, de szerintem ne valami nem kóser abba az árba. És így elvileg egy évig érvényes a TV license-ed. Úgyhogy 70 font, ugye rohadt TV, internet, meg babánfasza, plusz még 26 font, vagy 25-26 font most 6 hónapig, utána még 13, szóval akkor gyakorlatilag fizetek 85 fontot, közel 85 fontot, hogy nézhessek rohadt tévéadásokat, amit nem is nézek igazából, de mindegy. Nem tudom otthon, hogy működik a kábel tévé, de annak idején állunk, amikor a Digi bejött, az mi kell, internet? Csak internet? Nesze, itt van, pak, itt egy gigabites router, belenyomta a kábelt, adott egy telefon, 5 perc alatt volt internet, örültél. Annyiba került, mint két doboz cigi. Itt meg, bazd meg. Fú. Na mindegy. Igen, és még volt, mondtam, hogy még komplénáltam egy csomószor, azok viszont azért voltak, mivel hogy nem volt internetem napokig, vagyis nem volt egyik nap, nem volt, mindegy, nem ment az internet, az a lényeg. Aztán másik alkalommal nem ment a tévé, harmadik alkalommal, meg negyedik alkalommal az volt, hogy én ide költöztem több mint egy éve, én akkor áthoztam mindent, lejelentettem, hogy ide költöztem, minden működött normálisan, kivéve ezelőtt két hétig, amikor elkezdett szarakodni minden, és akkor mondták, hát tehát átköltöztem ide, kifizettem a költözési díjat, stb. Minden oké. Okay. Két héttel ezelőtt elkezdett szarakodni minden, nem ment az internet, állandóan esett le, stb. A gyereknek közben itt játszik, túl hangosan. Na, szóval elkezdett szarakodni az internet, stb. És betelefonáltam már nekik, hogy mondom, bazd meg, valami nem jó, gyertek már ki, azt nézzétek meg, mert én újra konfiguráltam az egész routert, minden. Tehát itt effektív nem volt probléma, mondom, a hibban állatok van, hülye gyerek, úgyhogy valakit küldjetek már közt, nézzétek meg, hogy mi van. Ha vagy valami kábel, vagy a router dörgött be, vagy nem tudom.
És azt mondja nekem a telefonba, hogy hát ezen a címen nincs is senkinek internete, meg semmi. Hát mondom, bazd meg, akkor szerinted honnan megy? Mondom, szatellitről az adás, vagy mi? És addig-addig lett a cigánykodás, míg megcsárgyoltak újra ilyen moving house szarságért, vagyis megszerettek volna csárgyolni, hogy 2 hónapot ki kell fizessek előre megint. És kiküld egy szerelőt, aki beköti az amúgy bekötött dolgokat. Mondom, oké, na jól összevesztem velük, elküldtem őket a picsába, hogy én ezt már egyszer kifizettem, nem fogom még egyszer kifizetni. És ez volt, hogy kijött a szerelő, az meg itt elkezdte nekem a házon keresztül húzni a kábelt, mondtam, már hogyha itt vagy, akkor húzzál nekem egy kábelt a gyerekszobából ide, mert nekem itt van minden. És akkor így a gép is közelebb van, mint a wifihez, meg mit tudom én. És elkezd nekem húzni, az meg keresztül a házon, utána mondom, szerinted én ezen keresztül fogok esni, vagy nem fogok keresztül esni, vagy a gyerek szerinted beleakad ötször, vagy nem fog beleakadni, és akkor azt mondja, jó, akkor elhúzom szépen a fal mellett. Oké, szépen oda kapszálta, körbe húzta minden, oké, profi munka. Csuknám be az ajtót, baszik, nem csukódik. Hát persze, hogy nem, hogy felszedje a zét, vagy valamit kezdjen vele az meg, mert vagy átfúrja az ajtóférfát, nem az meg, végighúzta úgy keresztbe, aztán nem tudom becsukni az ajtót. Mondom, szerinted ez így oké? És azt mondja, hát miért? Hát ezeket a szobákat úgyse zárom. Hát mondom, te laksz itt, vagy én lakok itt? Te tudod, hogy zárom, vagy én zárom? Tudom, hogy zárom, vagy te fogod megszapni, nem zárom be az ajtót, mert te hülye fasz vagy, és sajnálod fúrni. Azt mondja nekem, hát ő most neki nincs ehhez szerszáma. Hát mondom, milyen szerelő vagy te? Oké, hagyjuk. Fogtam egy kést, levágtam az ajtó aljából, mert nekem sincs szerszámom, ugyebár, mert nem a szerelő vagyok. Kicsit nyestem a sarkából az ajtónak, aztán el van intézve, becsukódik. Csak hát én emiatt megint komplénáltam, mert ilyen geci vagyok. És... igen. Aztán megint másnap, tökéletes volt minden, rá 2-3 napra reggel felkelünk, jövünk be, indítom a gépet, már az megy mindig, beírom Google, Chrome-ba, semmi. Nincs internet. Nézem a telefonon, nincs internet. Nézem a laptopot, nincs internet. Mondom, mert fasz. Újra indítok mindent. Mit tudom én? Nem megy még mindig. Nem mondom, oké, megint telefonálok, mert miért is ne? Csak ugye a telefonálást is úgy képzeljétek el, hogy kb. 15-20 percet vársz, míg valaki reagál, aztán egy órán keresztül magyarázod, hogy mit akarsz, mert mind analfabéta arab, és nem értenek, meg nem is tudnak beszélni egyébként. És magyarázzák neked a süket hülyeségeiket, amikor mert te megmondod nekik, hogy de engem az kurvára nem érdekel, úgyhogy arra figyelj, amit én mondok. De mindegy. Szóval minden telefonhívás egy óra. Feljövöm őket, elmagyarázom neki, hogy figyelj, nincs internetem, azt mondja, hogy hát az nincs olyan, mert kell működjön. Hát mondom, az meg itt vagyok előtte, és nem működik. Áttranszferáltak egyik számra a másikra, másikról a másikra, akkor azt mondja nekem, hogy hát nincs kifizet a számlám. Mondom, mi van? Ez volt valamikor 28-án, februárban. Március 13-án kell fizessek. Megkapom a számlát, meg van online, meg van a szájton, meg van a telefonon, meg van e-mailben, meg van mindenhol. Mondom neki, bazd meg, ott van. És akkor nézi, áttranszferál megint vagy két számra. Aztán eljutottak arra a pontra, hogy hát igazából tényleg nekem csak akkor kell fizetni, úgyhogy visszakapcsolják. Mondom, köszi, de nekem ez egy óra volt az életemből, amivel baszakodtam. Plusz előtte még egy óra, míg baszakodtam azzal, hogy mindent újraindítsak. Maga a rohadt routerüknek 10 perc kell, mire beindul. Na jó. Szóval én egy katyvasz az egész. Igazából szeretem a Virgin-t, jól megy, de egy szar így customer service szerint. Meg szinten. Úgyhogy igen, jó cuccot csinálnak, de nem értenek hozzá. Tehát ha bajod van, akkor megette a fene. És akkor már előre sajnálok. Viszont ennek a videónak ennyi volt a tartalma. Beszéltem nektek erről is, arról is. Nem istenítem többet a Virgin-t, mert nem, ezek után nem. Jó szolgáltatásuk van, csak nem értenek hozzá, hogy kell megcsinálni. Köszönöm a figyelmet, hamarosan jönnek a videók, hogyha érdekel. Egyébként azért lépek ilyen gyorsan le hirtelen, mert a gyerek nagyon elkezdett sírni, úgyhogy megyek be hozzá. Ha
Ha érdekelnek a videók, lájkoljátok, osszátok meg, nyomjatok arra a kis csengőre, hogy kapjatok értesítést, hogyha lesz új a videó. Szóval ennyi voltam, köszönöm a figyelmet, sziasztok!